Barátok templomában szentmisével kezdődött el a városi közösségi emlékezet, megtelt a templom az ima és a fohász elmélyült hangulatával. Csak én tudom, spár szerencsétlen, itt gázolva hóban, hogy mi gyönyörű, nagy remény volt itt lángolóban. A Terplán Zénó Ferences Gimnázium, szakgimnázium és szakközépiskola diákjainak műsora, melyet Fózerné Sándor Ildikó és Szőrös Zoltán szerkesztett, megpróbálta az említett gyönyörű nagy reményt bemutatni, mely éltette az 56-os szabadságot áhító ifjúságot. Azokat, akik önként mentek harcba a haza és a jövő nemzedékek jövőjéért. A szabadságért. Hely és sorsjáték volt csak. Megsebesült a hit, és kép ez úzva hever, útfélen, temetetlen. A temetetlen bolyongó lelkek megnyugvásához pedig olyan erős bizonyosság kell, melyet mi a későbbi utódok mutathatunk fel azzal, hogy fenntartjuk a nehezen megszerzett békés szabadságot, és emlékezünk elődeink hűséges tetteire. Pont a tiszteletadás jegyében helyezték el a politikai és civil szervezetek intézmények koszorúikat az 56-os emlékmű lábánál. Ami Magyarországon 1956-ban történt, arra enged következtetni, hogy a szovjet vezetés, a baráti segítség, az internacionalista kötelezettség leple alatt lényegében katonai agressziót hajtott végre Magyarország ellen, melynek elsődleges célja a demokratizálódási folyamat feltartóztatása volt. Az emlékezés a Városháza falán elhelyezett 56-os emléktábláknál folytatódott. Itt Besenyi Vendel helytörténeti kutató foglalta össze azt a politikai okokból indított katonai agressziót, melyet a Szovjet Birodalom végzett befolyásának fenntartása érdekében. 5 hadosztály, 31 ezer katonája, 1100 harckocsival, 600 tüzőségi löveggel, közel 400 páncélozott szállító és majdnem 4000 gépkocsival alkotta a megszálló szovjet hadsereget, miközben összesen több mint 250 vadászrepülő és bombázó várta a bevetési parancsot. Ezzel kellett szembenéznie a magyar felkelőknek. Majd a forradalom csúfos leverése után a több évig tartó megtorlás következett, mely 230 kivégzett, 22 ezer börtönviselt, megbélyegzett résztvevő summájával végződött. Az ungvári börtönbe Magyarországról 840 embert vittek ki, Szolnok megyéből 7 embert deportáltak, közülük 4 fő Jászberényi volt. Altordai Sándor, nemzetőrparancsnok, Diós István, Imre Béla és dr. Nagy Pál a Városi Forradalmi Tanácsnak a tagjai. A Jászberényi Hősök emléktáblái előtt is tisztelgett a város és a résztvevő politikai és civil szervezetek. A fehértói temetőben az 56-os hősök kopjafáinál folytatódott az emlékezés. Az egyházak képviselői Versle Sándor káplánatja és nagy tiszteletű Mező István református lelkész hajtottak főt az 56-os hősök és mártírok előtt, illetve mondták el intelmeiket a jelen generációk emlékezőinek. A nemzet életéért mentek halálba. Add nekünk, Urunk, a te kegyelmedet, hogy haláluk által tisztább legyen a nemzet élete. Hazafiúi kötelességünk, hogy hálával emlékezzünk mi is azokra, akik életükkel, egyéni boldogulásuk feladásával, vagy annak kockáztatásával, a szenvedés és a mártíromság vállalásával mégiscsak kivívták népünk szabadságát. A közös, ökumenikus miatyánk után a Terplán Ferences középiskola diákjai Jászberény város nevében tiszteletüket egy-egy szál szekvővel fejezték ki, melyet a kopjafákra kötöttek. Végül az önkormányzat, a pártok, az 56-os civil szervezetek és a megjelent hozzátartozók helyezték el az emlékezés virágait, koszorúit. Az október 23-ai programok a Lehel Film Színházban és annak környékén fejeződtek be. A terplános diákok villámcsődületben igyekeztek felhívni a járókelő figyelmét, hogy 62 esztendeje mennyire más hétköznapokat éltek elődeink, és mennyire volt fontos a haza szabadságának kivívása.